Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, egy oltás alapú társadalmat épített ki a Fidesz az elmúlt másfél-két évben. Ez az a szempont, ami minden mást megelőz. Az állami szférában már bevezették a kötelező oltást, tehát azt üzeni az állami dolgozóknak a kormány, hogy aki nem oltakozik, az ne is egyék. Nem az dolgozhat az oktatásban pedagógusként, aki jó tanár, akit szeretnek a gyerekek, akinek megfelelő a szakmai képzettsége, hanem aki oltott. Nem az lehet ma Magyarországon rendőr, aki ezt a hivatást választja és jól végzi a munkáját, hanem aki oltott. Nem az dolgozhat az egészségügyben, a szociális szférában, a közigazgatásban és így tovább, a teljes állami szférát felsorolhatnám, aki jó szakember, hanem aki oltott. A Mi Hazánk mozgalom egyedüliként tiltakozott ez ellen, az utcán tüntettünk, Orbán Viktor hivatala elé vonultunk, illetve az egészségügyi államtitkárság és az oktatási államtitkárság előtti tüntetésünkön is felemeltük a szavunkat ez ellen, a diktatúra ellen. De ami talán még ennél is felháborítóbb, az az, ahogyan a gyerekekre akarják ránk kényszeríteni ezt az oltást. A Mi Hazánk mozgalom Magyarországon az egyetlen párt, amely ellenzi a gyerekek oltását. Ott tartunk, tisztelt képviselőtársaim, hogyha bárki egy osztályban koronavírusos lesz, akkor egészséges, oltatlan gyerekeket küldenek karanténba. Egészséges gyerekeket. Úgy, hogy ehhez online oktatást nem biztosítanak, és a szülőknek sem jár ehhez pótszabadság. Ezt hívják úgy, hogy kényszerítés, ezt hívják úgy, hogy erőltetés, és egy olyan oltást akarnak ráerőltetni a gyerekeinkre, amelynek a hosszú távú hatásait senki nem ismeri, és amit eddig a kormány és a hozzá tartozó szakemberek mondtak róla, azoknak a döntő többsége hazugság volt. Nem igaz, hogy alig vannak mellékhatásai, vagy azok legfeljebb egy-két napig tartanak. Az sem igaz, hogy élethosszig védenek ezek az oltások. Nem igaz, hogy akit beoltottak, az nem fertőz, és nem fertőzhet, nem kapja el a betegséget, és nem fertőzhet meg mást. Egy évvel ezelőtt Gulyás Gergely még ezt állította. Most már tudjuk, látjuk, hogy mindez hazugság volt. Ahogyan Orbán Viktor is hazudott, amikor azt mondta, hogy az oltás egy golyóálló mellény, és akit beoltanak, arról majd lepattan a vírus. Mára mindenki számára úgy gondolom világossá vált, hogy az oltás nem állítja meg ezt a járványt. Ugyanakkor a magyar kormány a magyar emberekkel szemben a vakcinagyártók oldalára állt, és a multicégek kiszolgálóivá züllött. Az, hogy mind az Európai Parlamentben, mind Magyarországon a magyar kormány zokszó nélkül elfogadta, hogy a vakcinagyártók kitakart szerződéseket tettek a megválasztott képviselők elé, illetve nem vállalnak felelősséget az oltásokért, azzal a magyar kormány egyértelműen a vakcinagyártók kiszolgálóivá züllött. Másrésztről, hogyha a járványkezelés gazdasági következményeit nézzük, akkor is egyértelmű, hogy a kormány a multinacionális kereskedelmi láncokat, az óriás tech cégeket, a kaszinókat megadóztathatta volna, vagy az egész gyógyszeripart, hiszen ezeknek még akkor is nőtt a bevétele, amikor mindenki más megélhetési nehézségekkel küszködött Magyarországon, és korlátozásokkal, lezárásokkal volt kénytelen élni. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amely minden járványügyi korlátozást feloldana. Vissza kell, hogy kapjuk az életünket, és felnőttként kell kezelni a magyar állampolgárokat, akik el tudják dönteni, hogy mit szeretnének kezdeni a saját testükkel. Kezdettől fogva felemeltük a szavunkat a diszkrimináció ellen, adományt gyűjtöttünk karácsony előtt a munkájukat elvesztő oltatlanoknak, több mint egy éve gyűjtöttük az aláírásokat a lezárások és a kötelező oltások ellen, folyamatosan tényfeltáró videókban és írásokban hoztuk nyilvánosságra az igazságot az oltások valódi következményeiről, létrehoztunk egy koronavírus kutatóközpontot, ingyenes jogsegélyszolgálatot működtetünk a megzsarolt embereknek, oltatlanoknak, alkotmánybírósági panaszbeadványokat tettünk közzé az egészségügyi dolgozók oltása, a védettségi igazolvány, a munkavállalók
országok kötelező oltásával kapcsolatban tucatnyi vidéki és budapesti tüntetést is tartottunk. Ha április 3-án kellő felhatalmazást kap a Mi Hazánk mozgalom, és megkerülhetetlen politikai erővé válik a következő országgyűlésben, akkor elérhetjük, hogy egyszer és mindenkorra véget vessünk a Covid diktatúrának. Köszönöm a figyelmet!